Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák, ezek bizonyos kapcsolatokat jelentenek. De van az új jóga is, és most mutatok egy gyakorlatot. Ennek van egy megnyugtató hatása, segít abban is, hogy meditálj valami felett. És ez most jó, hiszen 27-én új hold van, és egy új holdnál fontos a visszahúzódás és a meditáció. Tehát mutatom ezt a jógát, ami megnyugtat bennünket, életerőt ad, segít a meditációnál. A hüvelyk ujjunkat befele fordítjuk. A mutató ujjal és a középső ujjal átöleljük a hüvelyk ujjat. Tehát marad a gyűrűs ujj és a kis ujj. Ezt így összefűzzük, tehát a gyűrűs ujjat a bal kézen és a jobb kézen és a kis ujjat. Tehát itt megvan a kapcsolat. Belélegezésnél összenyomjuk, és kilélegzésnél kicsit elengedjük. Ez segít abban is, hogy el tudjunk bizonyos dolgokat engedni az életünkből, kapcsolatokat, vagy félelmeket például. Tehát mutatom a gyakorlatot. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok 27-ére és 28-ára. Az energia hasonló. 27-én új hold van. Az azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. Számunkra a hold nem látható, hiszen a holdnak nincs saját fénye, hanem megkapja a naptól, és ha találkoznak, akkor ez nem így van, hanem a nap nem tudja besugározni a holdat, számunkra a hold láthatatlan. Ilyen napon kell a nyugalom, a visszahúzódás, a meditáció, mit szeretnénk elérni, és ezen a napon az oroszlán jegye hat, az indiai számítás szerint, és ahogy az asztronómusok is közlik, a hold, ez az új hold az oroszlán jegyében van, mégpedig Regulus csillag hatása alatt. Regulus csillag az a királyoknak a csillaga, és Regulus csillag szimbolizálja a szívünket is. Tehát itt szívügyi dolgokról van szó. A szerelemről, a párkapcsolatról, de mind arról, amit kedvelünk. Ez lehet a család, vagy a lakhely, vagy a művészetek, vagy sport, vagy a hivatás. Tehát ezen a napon, ezen az új hold napon kinyithatod a szívedet, mint egy kincses láda, és pillancs bele, mi az, amit szeretsz, vagy akit szeretsz, vagy amit kedvelsz. Mars bolygó az indiai számítás szerint a bika jegyében van, tehát a férfiaknak szükségük van a nyugalomra, az életörömre, egy szép környezetre, sokan rendezik az anyagi dolgokat is. Vénusz bolygó az a rák jegyéből hat, a rák jegyénél a víz eleméről van szó, ami kihat ránk hölgyekre, tehát érzelmekről van szó, vagy a családról, az otthonról. Mars bolygó a föld eleméből, és Vénusz bolygó a víz eleméből jól hat egymásra, hiszen a föld eleme
és a víz eleme barátságban van egymással, tehát jó az energia, ami bennünket, hölgyeket vagy a férfiakat illet. Merkur bolygó kihat a cselekvésekre, a kapcsolatokra, szerződésekre, beszélgetésekre. Merkur bolygó az a szűz jegyében van, nagyon erős, hiszen Merkur bolygó uralkodik a szűz jegye felett, tehát Merkur bolygó itt itthon van, kiismeri magát. Ezek lehetnek jó kapcsolatok, előnyös szerződések, egy jó hír. Merkur bolygó jól hat ki ránk hölgyekre, hiszen Vénusz bolygó a víz elemében van, és Merkur bolygó jól hat ki a férfiakra is, hiszen mindkettő a föld elemében van, tehát megvan a harmónia, megvan az egyhang. Ez az új hold, a nap és a hold találkozása az oroszlán jegyében erősít bennünket, hölgyeket, hiszen a szomszéd jegyben van, tehát megvan a közelség, megvan a bizalom, viszont nem hat ki jól a férfiakra. Tehát ha arról van szó, hogy a férfiaknál vannak bizonyos elképzelések, akkor nekik most tenniük kell valamit, cselekedni, és nem álmodozni, nem visszahúzódni, hiszen ez a visszahúzódás akkor inkább hátrányos lehet a férfiak részéről. 27-én a hold a Magha holdházban van, ez egy királyi holdház, itt uralkodik Regulus, a királyoknak, az uralkodóknak a csillaga, és mint mondtam, itt szívügyekről van szó. 28-án áttér a hold a Purva Palguni holdházba, ahol nyereményekről van szó. Tehát ha vannak kereskedelmi kapcsolatok, külföldi utazások, akkor ez most tényleg előnyös lehet. Ami még fontos, hogy legyen szociális kontaktus, hogy legyünk aktívak, akkor is, ha az új hold arra utal, hogy visszahúzódóak legyünk, vagy meditáljunk valami felett, ez így esti órákban nagyon előnyös, vagy nagyon jó, de napközben azért jó, ha valami aktív tevékenység van. A napokban jó kereskedelmi kapcsolatokat lehet kötni, vagy aranyat vásárolni, ennek is lehet egy előnye. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!